mennek el a tornatáj televíziót látják. Fő témáink röviden. Rendkívüli közgyűlés, elfogadták a tavalyi év költségvetés módosítását Szekszárdon. Paks 2, a beruházás idei folyamatáról kaptak tájékoztatást a térség polgármesterei. Drágulnak a péktermékek, 15%-kal is többe kerülhet majd egy kiló kenyér. Ismét életet mentettek a rendőrök, egy felrobbant kazán alól szabadítottak ki egy idős férfit. Köszöntöm én is Önöket, ahogy láthatják, megújult a híradó arculata. Alkalmi segítőm Rácz Dávid, akinek nagy álma volt, hogy szerepelhessen a televízióban, most ez is valóra vált. Hogy érzed magad nálunk, Dávid? Jól érzem magamat. Ennek nagyon örülök, ezt örömmel hallom. Örülünk neki, hogy itt voltál, és maradj addig, amíg az első híradós hírünket felkonferálom. A Paksi Társadalmi Tanács ülésén a választások óta először kaptak részletes tájékoztatót a térség polgármesterei az atomerőmű bővítésről. Süli János miniszter azt mondta, ebben az évben az ütemtervnek megfelelően benyújtják a szükséges engedélyeztetési dokumentációkat, és elkezdődhetnek a beruházás első munkafázisai. A paksi beruházás környékén lévő települések polgármesterei kaptak tájékoztatást a társadalmi tanács szervezésében a beruházás jelenlegi helyzetéről és a 2020-as feladatokról. Mitler István kommunikációs igazgató azt mondta, lakossági fórumokat szerveznek szerte az országban annak érdekében, hogy mindenki pontos és hiteles tájékoztatáshoz juthasson az atomerőmű építkezésének helyzetéről és folyamatáról. Süli János miniszter arról szólt, 2020 végére minden engedély rendelkezésre állhat a beruházás megkezdéséhez. Beadott engedélykérelemet követő 3 hónap után be fogjuk adni a földmunkákra vonatkozó terveket, engedélyeket. Szeretnénk arra 60 plusz 30 napja van a hatóságnak, tehát azt jelenti, hogy 20 végére, ha minden flottul megy, akkor meg kell kapnunk a gödörásásnak, talajmegerősítésre és falnak a engedélykérelmét, és akkor tudjuk hamarabb, hisz az eredeti tervek szerint az 21. szeptember 30-án lett volna módunk, hogyha a végleges engedély, létesítési engedély kezünkbe van. 119 létesítményt kell megépíteni, ebből 80 épület, iroda, konyha és más kiszolgáló egységek. Ezek létesítésére szóló engedélykérelmeket is be kell nyújtani a hatóságoknak. Ezeket is a műtárgyakat, épületeket ugyanolyan hatósági, elég szigorú engedélyezési feltételeken kell átvinni. Ebben is rengeteg munka lesz, mert azt gondoljuk, hogy itt a első negyed év vége körül be fogunk minimum 30 épületre vonatkozó engedélykérelmet adni a hatóságnak. A beruházáshoz kapcsolódóan külső úthálózat fejlesztésről is szó esett. A terveknek megfelelően Németkért, Cece Nagydolog, Sárszentlődinc és Simon tornya, valamint Madocsa Bölcske, Fad, Tolna, Szekszárd útvonalon várhatóak útfejlesztések. A beruházás végleges engedélyezése 2021. szeptemberében lehet a terveknek és az ütemezésnek megfelelően, mondta a miniszter. Több mint 500 millió forintos fejlesztés kezdődik hamarosan Pakson, a mintegy 1 kilométeres Vácika utca kialakítása, közművek és közvilágítás kiépítése január végén veszi kezdetét. Az erről szóló szerződést most írta alá a polgármester és a kiválasztott kivitelező cég vezérigazgatója. Zöldmezős beruházáshoz kapcsolódó útépítésről szóló szerződést írtak alá a Pakson a Városházán. A lakótelepen a Vácikában egy lakóövezet kialakítása kezdődött meg az elmúlt években. Családi házak sora épült meg. Most az ehhez kapcsolódó mintegy 1 kilométeres, teljesen új Vácika út kerül megépítésre. A munkálatok január végén kezdődnek. Az útépítésen kívül komplett közműépítés, közvilágítás is megvalósul, és a gázellátás is kiépítésre kerül. 1 kilométeres szakasz, tehát egy nagyon hosszú utca fog itt kialakulni a Vácikában. Ugye azért vannak Pakson ilyen jó hosszú utcák, és ez azt jelenti, hogy a közvilágítás 45 darab kandelláberrel kerül majd ezen a szakaszon kialakításra. A Vácika út mellett a környező utcák, így a Neumann János, a Jedlikányos és a Kandó Kálmán utca hiányzó útburkolatának a kialakítására is sor kerül.
A beruházás értéke nettó 687 millió forint. A Vácika útépítéssel kapcsolatos beruházás részleteiről január 20-án hétfőn tájékoztató fórumot tartanak Pakson a polgármesteri hivatalban. Szombaton írják a központi középfokú felvételi vizsgát a 9. évfolyamra, a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, valamint az Arany János tehetséggondozó programba jelentkező diákok, közölte az oktatási hivatal. A tájékoztatás szerint a 9. évfolyamra felvételizők írásbeliére több mint 57 ezeren jelentkeztek. A 6 évfolyamos gimnáziumok írásbeli vizsgáin több mint 9300-an, a 8 évfolyamosoké mintegy 5800-an vesznek részt. A tanulók magyar nyelvből és matematikából is írnak tesztet. Elfogadták Szekszárd 2019-es évre vonatkozó költségvetésének módosítását a város önkormányzati képviselői csütörtöki rendkívüli közgyűlésükön. Az önkormányzat tavaly több mint 22 milliárd forintból gazdálkodott. Ács Rezső polgármester szerint a város kasszája stabil, az éjjel Szekszárd képviselői viszont kifogásokat fogalmaztak meg. Összesen három napi rendet tárgyaltak a szekszárdi rendkívüli közgyűlésen a képviselők. Ezek közül az első a tavalyi évre vonatkozó városi költségvetés módosítása volt. A képviselők elfogadták a polgármester által benyújtott előterjesztést, de az éjjel Szekszárd frakció tagjai által vezetett bizottságok kiegészítő véleményt fogalmaztak meg a módosítással kapcsolatban. Ács Rezső Szekszárd polgármestere a közgyűlés után azt mondta, a költségvetés évközbeni módosítása rutin gyakorlatnak számít. Az évvégi főösszeg ugyanis függ attól például, hogy mennyi helyi adó folyik be a kasszába, vagy hogy milyen pályázatokat nyer a város évközben. Az 22 milliárdos költségvetési főösszeggel tudjuk zárni az idei esztendőt, nagyon sok pályázatunk megvalósult, és a következő évben is meg fog valósulni. Ami látszik egyértelműen, hogy az önkormányzatnak a gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott, hiszen intézményeink, a városüzemeltetés jól működött, a tavalyi esztendőben mindig keverem a 2020-19-re, a tavalyi esztendőben jól működött. Az idei évre tervezett fejlesztésekhez szükséges 10 milliárd forint pedig ott van az önkormányzat bankszámláján, mondta a város polgármestere. Tehát mindazok az elképzelések, amelyek az egészségügyi fejlesztéseket, szociális fejlesztéseket, gazdaságfejlesztést, illetve iskolai rendszernek a fejlesztését jelenti. Gondolok itt az új orvosi rendelőre, vagy éppen az ügyeleti központra, a szőlőhegyi bölcsödére, vagy az óvodának a felújítására és bővítésére, illetve a Bokad IMS általános iskoláknak a korszerűsítésére. Ezek a források rendelkezésre állnak. Ács Rezső a város által felvett folyószámlahitelről is beszélt. Azt mondta, azért volt szükség rá, mert a helyi adóbevételek csak negyed évente érkeznek az önkormányzat számlájára, a városnak viszont minden hónapban ki kell fizetni a megbízott vállalkozókat, évvégére viszont a felvett pénzt teljes egészében visszafizették. A közgyűlési többségben levő éjjel Szekszárd képviselői szintén megszavazták a költségvetés módosítását, ám ők írásban több kifogást is megfogalmaztak. Azt kívántuk jelezni, hogy a város gazdálkodása megítélésünk szerint elég ingatag lábakon áll, jelentős hitelállománnyal kénytelen az önkormányzat működni. Egyrésztről vannak elkülönített fejlesztési forrásai, de ezeket sajnos szabadon nem tudja felhasználni, tehát a napi működéshez több százmilliós folyószámlahitel szükségeltetik jelenleg. A város kintlevőségeivel kapcsolatban is kifogást fogalmaztak meg az éjjel Szekszárd képviselői. Mint egy 400 milliós forintos kintlévősége van, ebből 100, jó részt a saját cégei, önkormányzati tulajdonú cégek tartoznak az önkormányzatnak, ami önmagában egy nagyon fura, ami megítélésünk szerint ugyanis ezek annak idején azért lett létrehozva, hogy osztalékot fizessenek, ha emlékem nem csalnak, az első időkben ez teljesült is. Az utóbbi időben viszont a város kénytelen finanszírozni sok esetben a cégeit, és ezek veszteséggel működnek. A napirendi pontok között szerepelt emellett az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőinek szabadságolási terve is. Ezzel kapcsolatban a képviselők úgy döntöttek, nem vonják közgyűlési hatáskörbe a kérdést. Megtartották első demonstrációjukat a 10 európai uniós országból, köztük Magyarországról érkezett méhészek Brüsszelben, adta hírül az Egyesület az Európai Méhekért nevű szervezet. A tüntetők között van több Tolna megyei méhész is. A méhészek azért tüntetnek, mert úgy vélik, a méhészkedés veszélybe került a kontinensen az olcsó hamisított importmézek miatt, amivel a csalók sok esetben az autentikus európai mézeket is helyettesítik. A tüntetők szerint a megoldást az általuk létrehozott védjegy jelenti, ami garantálná, hogy az a méz közvetlenül az Európai Unió országainak termelőitől származik.
10-15%-kal drágul majd a kenyér és a péksütemények ára. A pékségek vezetői azt mondják, az áremelésre költségeik növekedése miatt van szükség. A Magyar Pékszövetség elnöke szerint, ha a vállalkozások nem emelik a termékek árát, veszteségesek lesznek és be kell zárniuk. Ha azt beszéljük, hogy szükséges mondjuk egy 10%-os áremelés, akkor én azt gondolom, hogy jó kenyeret ma 330 forint alatt nem lehet kapni. Ezt mondja Beréti Zsolt, egy sütőipari vállalkozás vezetője. Úgy véli, muszáj emelniük az árakon a pékségek vezetőinek, mert nem csak a villany és a gázára emelkedett jelentősen, hanem az alapanyagárak, az üzemanyag költségek is. Továbbá a minimálbér is jelentősen nőtt tavalyhoz képest. Azt mondták a nagyobb malmok, hogy 5-10% közötti, vagy 6-10% közötti áremelés várható. Tehát az mindenképpen emeli a pékáru költségét, de oda kell tennünk azokat a költségeket is, amik évről évre emelkednek, lehet ott említeni a minimálbért, vagy egyáltalán a béremelkedést, az energiaárat, amire mondjuk, hogyha 2019-re akartunk energiaárat lekötni, akkor a világpiacon mondjuk 15-16 forintért lehetett venni áramot, 2020-ra az idejére viszont már csak ilyen 22-23 forintért, ami rettenetesen nagy különbség, és nyilvánvalóan ez egy energiaigényes ágazat, vagy nagyon érzékeny az energiaára. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke is azt mondja, kénytelenek emelni áraikon az előzőekben említett költségek növekedése miatt. Ha ezt nem teszik meg, be kell zárniuk. Minden vállalkozás saját maga határozza meg az, hogy milyen áremelést fog végrehajtani. Ez attól függ, hogy milyen mértékű költségnövekedése volt. Azt látjuk, hogyha ilyen 10-15%-os áremelkedés történik, akkor gyakorlatilag semmi más nem történik, mint hogy a sütőipari vállalkozások a megnövekedett költségeiket hárítják át a vásárlókra. A szervezet mindent megtesz, hogy az ágazat profitot termeljen, illetve a veszteségeit minimalizálja. Ugyanis évek óta csökken a sütőipari vállalkozások száma, éves szinten 40-50 pékség zár be Magyarországon. A januári fizetéssel kapják meg először kiegészítő juttatásukat a fegyveres testületeknél szolgálók. Az érintettek február 5-éig jutnak hozzá emelt illetményükhöz, jelentette be a Belügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. 2020. január 1-től a hivatásos állomány minden tagja, vagyis 56 ezer ember kap ilyen juttatást. A hivatásos állomány rendszeres illetmény elemei egyébként 10%-kal emelkednek. A kormány 34 milliárd forintot fordít a kiegészítő juttatásra. Regionális híreinkkel folytatjuk Somogy és Baranya megyéből. 370 millió forintból újul meg a horvát iskola Pécsen, a nemzetiségek támogatásáról számolt be az államtitkár. 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték és 5 évre kiutasították Magyarországról, jogerős az ítélet. Hatékonyabb működés, különleges kiállítás, évnyitó a Zsolnai örökségkezelőnél Pécsett. A nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, civil és egyházi szervezetek tartják egyben a közösségeket, mondta Soltész Miklós pécsi sajtótájékoztatóján. Az államtitkár a horvát nemzetiségeket érintő támogatásokról és fejlesztésekről számolt be a Baranyai megyeszékhelyen. Mint elmondta, 10 év alatt megötszöröződött a Magyarországon élő nemzetiségek támogatása. Az egyik fontos pécsi fejlesztés a horvát iskola bővítése, melyre összesen 370 millió forintot biztosít a kormány. A Magyarországon élő horvát nemzetiséget érintő támogatásokról és az idei fejlesztésekről tájékoztatták a sajtó képviselőit Pécsen. Gugán János elmondta, eddig is sok segítséget kaptak kormányzati szinten, a jó kapcsolatot pedig a jövőben is szeretnék megtartani. Az országos horvát önkormányzat elnöke kiemelte, legfontosabb célként a magyarországi horvát oktatás fejlesztését tűzték ki. Ennek megfelelően természetesen a tananyagoktól kezdve az új NAV abban át a tankönyvfejlesztéseket beleértve, ezzel párhuzamosan az infrastruktúrális fejlesztéseket is ideértem. Ami a magyarországi nemzetiségeknek jó az egész országnak, fogalmazott Soltész Miklós. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, európai szinten hazánkban élvezik a legnagyobb támogatottságot a nemzetiségi közösségek. 2010 és 2020 között Magyarországi nemzetiségek támogatása meg ötszöröződött.
Az államtitkár kitért a pécsi Miroslav Krezsa iskola fejlesztésére is. Mint mondta, a tavalyi év végén már 70 millió forint érkezett az intézmény fejlesztésére, de további kormányzati támogatásra is számíthatnak. Újabb 300 millió forinttal fogjuk támogatni az iskolának a bővítését. Ez a összeg, együtt ez a 370 millió forintos támogatás, már remélhetőleg a hamarosan kiírandó közbeszerzési pályázathoz elég lesz, illetve a fejlesztéshez elég lesz. A sajtótájékoztatón kiemelték, a nemzetiségi önkormányzatok, intézmények, civil és egyházi szervezetek tartják egyben a közösségeket. Ezért is fontos, hogy minden területet támogassanak a fejlődésben. Két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték és 5 évre kiutasították Magyarországról azt a férfit, aki tavaly szeptemberben egy pécsi ékszerüzletet rabolt ki. A brit állampolgárságú elkövető csaknem 13 millió forint értékben tulajdonított el aranyékszereket, míg a bolt kirakatának betörésével több mint 800 ezer forint kárt okozott. Tettét beismerte és megbánta, így az ügyészség által indítványozott mértékletes ítéletet elfogadta a bíróság. Az Irgalmasok utcájában éppen most egy úriember erővágóval vágja ki a ékszerboltnak az ablakát. Egy taxisofőr fedélzeti kamerája is rögzítette, amint egy férfi kirabolt egy pécsi ékszerüzletet még tavaly szeptemberben. A brit állampolgárságú gyanúsított ellen október végén emelt vádat az ügyészség. Lopás büntette miatt állt a pécsi járásbíróság tanácsa elé a férfi csütörtökön. Az előkészítő ülésen ismertetett vád szerint a 28 éves elkövető egy erővágóval törte be a kirakat üvegét és vágta el a belső védőrácsot. Ezután közel 13 millió forint értékben tulajdonított el aranyékszereket, még az üzletben több mint 800 ezer forint kárt okozott. Felfigyeltek a cselekményére, később meg is szólalt a riasztó, a járókelők értesítették a rendőrséget, ezért a helyszín közelében Pécsett a Rákóczi utcában fogták el, illetve ő megmutatta a Diskagyőző utcában elrejtett ékszerekkel teli táskát is, tehát a kár lopási kár nagy része 18 ezer forint hián meg is térült. A vádlott a nyomozati szakaszban és a bíróságon is beismertetett tét. Rendőrségi kihallgatásakor azt mondta, amerikai barátai buzdították a cselekmény elkövetésére, amit azóta megbánt. Ezt és a hatóságokkal való együttműködést enyhítő körülményként kezelte a bíró, azonban súlyosító körülményként vette figyelembe a gátlástalan elkövetési módot. Mindezek tükrében a bíróság bűnösnek nyilvánította a férfit. Ezért a bíróság a vádlottat 2 év szabadságvesztésre a Magyar Köztársaság területéről 5 év kiutasításra ítéli. A szabadságvesztés végrehajtását 5 évi próbaidőre felfüggeszti. Így az elkövetőnek miután visszakapta útlevelét, mi hamarabb el kell hagyni a Magyarországot. Emellett a bíróság 17.620 forint értékben vagyonelkobzást rendelt el. Ez az az összeg, ami nem térült meg a lopás elkövetése után. Az ítéletet az ügyész, valamint a vádlott és védője is elfogadta, így az jogerős. Az Európai Unió szabályozása miatt már nem lehet repülőről végezni a kémiai szúnyoggyérítéseket. 2020-tól ezért gépjárművekről juttatják majd a permetet. A Balatoni Szövetség szakértői felkészültek a változásra. A 2019-ről megmaradt forrást pedig átcsoportosítják a következő szezonra. Tavaly a Balaton térségében 3 biológiai és 4 kémiai légigyérítés történt. Ezek a felvételek még júniusban készültek, ez volt az utolsó szezon, amikor légikémiai technológiával gyéríthették a vérszívókat, nem csak a Balatonnál, hanem az Európai Unióban. Jelentős változás, hogy 2020-tól az EU kivonta azokat a szereket, amiket ilyen módon lehet alkalmazni. Ez egy komoly változás az önkormányzatok életében, mondta el a Balatoni Szövetség decemberi közgyűlésén Sárközi Árpád. A tanácsadó 2002 óta szervezi a Balatoni Szövetség megbízásából a szúnyoggyérítéseket. Földről vajon elérhető-e mindazok a területek, amiket eddig elértünk? Ez a nagy kérdés, amit nagyon bizakodóak a szakértőink, bizakodó a kivitelező, és hát természetes fiatal koromnál fogva nekem is ezt fölvállaltam. Szeretem a kihívásokat, szintén egész életemben szerettem. Úgyhogy bízunk benne, hogy tanuló év lesz, és szívesen egy év múlva beszámolok önöknek, hogy hol tartunk. A földi gyérítés során egy speciális kis teherautóról juttatják ki a permetet, így javarészt az utak befolyásolják, hogy hol tudják gyéríteni a vérszívókat.
Létezik színtelen és fehér színű permet, ezek a szakértők szerint természetesen nem ártalmasak az emberre. Az új szerek már nem tartalmaznak foszfort, és így már a méhekre sem veszélyesek. 2019-ben a Balaton térségében 3 biológiai és 4 kémiai légigyérítés történt. A központi beavatkozásokat a katasztrófavédelem, míg a Balaton térségében a Balatoni Szövetség végezte. A szakértők szerint megfelelő időben kellő hatékonysággal sikerültek a beavatkozások. A kémiai gyérítést a már lárvából kikelt repülővérszívók ellen lehet alkalmazni, míg a biológiai módszert a tenyészőhelyeken végzik. Egy biológiai gyérítés, ha jó időben történik, az 2 kémiai gyérítést előz meg, úgymond, úgyhogy mindenképpen fontos, hogy erre még nagyobb hangsúlyt fektessünk. A Balatoni Szövetség az önkormányzatok befizetéseiből végzi a gyérítéseket. A korábbi évek tapasztalatai alapján 2019-ben tartalékot képeztek arra az esetre, ha ősszel is sok lenne a vérszívó. Mivel erre nem volt szükség, 2020-ra átcsoportosították ezt a forrást. Galéria divízió alakul Pécsett a Zsolnai örökségkezelőnél, derült ki a kulturális negyedben. A szervezet több feladatot lát el a kiállítások, programok szervezésében, reklámozásában. De fontos feladata lesz a gyerekek vizuális nevelése is. Az év rögtön egy olyan kiállítással indul az M1-21 galériában, ahol a pécsi képzőművészek jelentős része bemutatkozik. Megalakult a Zsök Galéria divízió, jelentették be csütörtökön a Zsolnai negyedben. Felmerül a kérdés, miért kellett egy új szervezetet bevonni a kulturális holding irányításába? Azért, mert a Zsolnai negyednek van 4 kiállítótere, és azt gondolom, hogy tekintettel a pécsi hagyományokra azért a képzőművészet mindig egy hangsúlyos húzó ágazata volt ennek a városnak. 70-es évektől kezdve. Nem csak a Pécsi Galéria megalakulásától, hanem még azt megelőzően már a múzeum által szervezett országos szimpóziumok és kiállítások is elindították ezt a képzőművészeti orientáltságát a városnak. Jelenleg 150-200 képzőművész él Pécsen vagy környékén. Itt az Egyetem Művészeti Kara, a Művészeti Szakközépiskola, sorolja művészeti vezető, aki a kiállításokért, programokért felel. Lesz egy marketinges munkatárs és egy múzeumpedagógus vizuális nevelési programokat szervező munkatárs is. Az alpolgármester szerint hatékonyabb működést hoz az átalakulás. Nagyon boldog vagyok, mert olyan átalakulás zajlik a pécsi kulturális intézményeinkben, ami előremutató. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a most megvalósuló tavaszi kiállítások nagyon fontos dolgokra hívják fel a figyelmet. Egyrészt hiánypótlóak, hiszen olyan kiállítások előtt állunk, ahol közös kiállításról van szó. Rögtön a legelső, a most januárban nyíló 124 pécsi képzőművész alkotásait mutatja be. Ez az Állapot felmérés című kiállítás lesz majd, amit jövő pénteken nyitnak meg. A területért felelős alpolgármester kiemelte, hálások a Nemzeti Kulturális Alapnak és a minisztériumnak, hogy támogatják a Zsolnai negyedet, illetve a kiállításait, programjait. A régió hírei után fontosabb Tolna megyei témáink még egyszer egy-egy mondatban. Rendkívüli közgyűlés, elfogadták a tavalyi év költségvetés módosítását Szekszárdon. Paks 2, a beruházás idei folyamatáról kaptak tájékoztatást a térség polgármesterei. Drágulnak a péktermékek, 15%-kal is többe kerülhet majd egy kiló kenyér. Ismét életet mentettek a rendőrök, egy felrobbant kazán alól szabadítottak ki egy idős férfit. Szombaton reggel még ködös idő lesz, majd napközben csökkenő párásság, foltokban felszakadó réteg felhőzet, majd nyugat felől erős felhősödés várható egy gyenge hidegfrontnak köszönhetően. A felhőzetből elszórtan gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék is érkezik, hószálingózás, ónos eső is eshet. Vasárnap változékony idő ígérkezik, egyes helyen napsütés, máshol hószálingózás is előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!